nehogy aztán ez tovább gyűrűzzön, és esetleg más magasabb rangú embereket is elérjen? Nem. A kettő így nem függ össze. Tehát volt egyszer egy mondása valakinek, hogy az alvilág beépül, utána Katona Béla mondta, hogy megkezdte az alvilág a hídverést a politika felé. Igen. Na, akkor mondta nekem egy akkori magasrangú rendőri vezető, hogy hát a miniszter úr téved. Az alvilágnak nem kell hidat verni a politika felé, mert a politika annyi marhaságot csinál, hogy az alvilág csak így örül és csóválja a farkát. Most Kovács Lajossal, a döglött ügyek osztálynak vezetővel készült egy interjú a hvg.hu-ban, és ott azt mondja Kovács Lajos, most olyan nagy kaliberű embereket fogtak el, hogy a szervezett bűnözői körökhöz tartozó figurák közül sokan töprengetnek, ki lesz az, aki előbb beszél. Olyan ez, mint a versenyfutás. Sok minden múlik azon, ki vagy kik lesznek azok, akik együttműködnek a hatóságokkal, így be tudják védeni saját hátukat úgy, hogy elsőként kezdik mondani a történetet. Lehet, hogy aki a végére marad, mert hallgat ügyvédje tanácsára, és semmilyen vallomást nem tesz, az kapja majd a legnagyobb büntetést. Ez így igaz. Tehát itt most akkor a mafiózók közül van egy versenyfutás, hogy ki mond előbb el több mindent a rendőrök? Bizonyíthatót, nem csak a rendőrök, hanem mindenre. Tehát ugye itt most keveredik két ügy, ami valójában egy ügy, de a hatóságok valamiért valószínűleg a bizonyítékok gyengesége, avagy taktikai megfontolásból kettőnek kezelik, ugye a Vizovicki féle rendőri korrupció és a Portik féle összes többi. Nem mondd el a vezeték nevét, mert téged is beperel. Nekem nyilatkozott annak idején, hogy én már az ügyvéd úrral megbeszéltem, hogy... Hogy te mondhatod. Nem az, hogy én mondhatom, de... Én nem akarok Én nem erőltetném a helyükbe ezt a dolgot, de mindegy. Egyébként jótékonysági rendezvényen vállalt közszereplést, akkor talán ez belefér. De akkor még nem volt gyanúsított. És a kettő hogy függ össze? Na mindegy, menjünk tovább. Menjünk tovább. Tehát vannak ezek az ügyek, most ezek nyilván összeérnek valahol, összeérhetnek, hiszen ha csak abba gondolunk bele, hogy a legjobb pénzmosoda az a vendéglátóipar. Már ugye ott a forgalom, hogy mekkora mennyise, el lehet tüntetni annyi pénzt, amennyit csak akarsz. Tehát az a történet mondjuk, hogy a Vizovicki szórakozóhely hálózatán pihentették, mosták, fektették be a Portit pénzét, ez úgy elvi jellel nem elképzelhetetlen. Az, hogy gyakorlatban így történt, azt az urak tudják, ketten, vagy egy szűk kör még rajtuk kívül, hogy ez pusztán vallomásokkal bizonyítható-e, azt én erősen kétlem, mert itt azért azt jegyezzük meg, hogy akik most megszólalnak akármelyik ügybe, hát azért nem az igazmondás bajnokai. Tehát nem olyan az előéletük, hogy én vagyok Makulátlan Józsi, aki minden szavamért vállalom a felelősséget, és bennem meg lehet bízni, hanem bűnbánó mafiózok, akiket komolyan kell venni, mert nekik is komolyan kell venni a szerepüket, tehát nem lehet az, hogy most mesélek, aztán visszakozok, hiszen a törvény egyértelmű, akkor kapják meg azokat a kedvezményeket, amit egy bűnbánó mafiózó megkaphat, ha igazat vallanak, magukra nézve is terhelőt vallanak, ergo a saját ügyeiket ki kell tenni az asztalra, és ezt a bíróság előtt vállalják, és azóta be is bizonyosodik. És arról mi a véleményed, amit a Privát Kopó írt, hogy van egy olyan korábban gyilkossági ügyekben működő sztárzsaru, akit szintén őrizetbe vettek, és aztán a gyanú ejtéséért átadott egy dossziét Portik Tamásról és Visel dolgairól, és akkor most ő szabadlábon van, de most hirtelen úgy megindultak a hadműveletek, és hirtelen mindenki lencse végre került, vagy éppen bilincs lencse végre. Jelennek meg a média különböző pontjai, nálunk is kopogtatnak néha olyan volt rendőrök, akik egyébként mindennek tudják a megoldását, és ők annak idején már megmondták. Ugye velük kapcsolatban nekem ugyanaz a bajom, mint a szegény elnyomott rendőrökkel, akik egyébként tudták, csak a főnökeik miatt voltak kénytelenek ezt azt csinálni, hogy az internet korábban nagyon nehéz elhinni, hogyha valaki valamit ki akar robbantani, akkor azt ne tudja, hogy csak egy egyszerű példát mondjak, Elzsanett esete. Főkerült a világhálóra, és mekkora balhé lett belül, hogy konkrétan elvitte az akkori országos és budapesti főkapitányt. Igen. Majd most kiderült, hogy... Most az derült ki, hogy ugyanott vagyunk, ahol akkor voltunk, mert
igazából nem tudjuk, hogy mi történt, de egy biztos, hogy az a hölgy valamiért nagyon nyilvánosságra akarta hozni az ő sérelmét, és megtalálta erre az utat. Ha ilyen operatív munkába jártas rendőröket, azt mondják, hogy őket elhallgattatják, és ők nem tudják. Mert most, ha humorizálni akadik, azt mondanám, hogy újságban megtalálják az e-mail címemet, küldjék, de ha komolyra veszem a szót, azért elég nehezen hihetem. Annak mi az oka, hogy például továbbra sem ismeretes az olajügyekből adódó olyan cégháló, amiről már az olajbizottság előtt is tettek említést, az ügyészség maga állította össze ezeknek a vállalatoknak a céghálóját 99-ben, de azt végül nem adta át a parlamenti testületnek, és azóta is ennek a céghálós jelentésnek nyoma veszett. Bármikor bárki összeroghatja szerintem ezt a céghálót. Túl nagy jelentősége nincs, mert ha nem tudod leválogatni róla a strómanokat, akkor önmagában több kárt okozol, mint hasznot. Nyugodjon békébe szegény Palla képviselő úr, lenne a megmondhatója, hogy merő jó szándékkal neki ment ennek a konglomerátumnak, aztán a végén a vagyona ráment a sok perre, mert ha nem tudod szétválogatni, hogy egyébként az, hogy ott van valaki egy felügyelőbizottságban, az lehet, hogy az gyakorlatilag fölveszi a fizetését, az lehet pénzmosás, lehet burkolt korrupció, lehet jó szándékú másodállás, sok minden lehet, és lehet maffia cselekmény is. És hát ha már Palagot meg az olajszőkítést említetted, ugye a mai nagy időtávlatból visszatekintve, annak milyen jelentősége van, hogy amikor Sándor István alias Papa, ő meg volt hívva az olajbizottság erre, és a meghívásának a napján az ügyészség letartóztatta, és így aztán, vagy őrizetbe vette, így aztán nem tudta megtenni a vallomását. De egy hét múlva megtette, vagy két hét múlva. Az ügyészségen, de az egy más szituáció. Nem, a parlamenti bizottság előtt is megtette, tehát nem volt ezzel. Hát nyilvánvalóan az ügyészek ezt annak idén úgy magyarázták, hogy nem akarták, hogy mint egy ilyen nagy leleplezőt vigyék el abba a másik ügybe, amiben aztán szintén nem lett a Papa bevádolva. De igazából az egész olajügy, ha már szóba hoztad, meg visszatértünk rá többször. Én nem azt látom a legnagyobb bajnak, hogy felderítetlenek ezek a cégkapcsolatok, mert ez már a részletmunka lenne. A fő kérdés az az, hogy vannak ezek a, már elnézést kérek mindegyiktől, de derék, betörő, meg autótolvaj, múltú emberek, akik mindenféle üzleteléssel is foglalkoznak, meg volt, aki boxolt pénzért, meg tehát így éltek. Ezek hogy kerülnek kapcsolatba azokkal az orosz szállítókkal, akik behozzák, vagy beküldik az olajat? Hogy tanulják meg ezt a leckét? Honnan van nekik tározó kapacitásuk? Mert oké, volt egy időszak, amikor és már... És ezekre tudsz válaszolni, ezekre a kérdésekre? Azt gondolom, hogy azok a vizsgálatok, amik a Katonai Biztonsági Hivatalnál, illetve a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál mostani nevén, illetve az Alkotmányvédelmi Hivatalnál folynak, annak választ kéne erre kapni. Mondjuk az számomra egy röhely, hogy a katonai elhárítás hogy azt vizsgálja, hogy az ő fedőcége volt-e az Energo. Hát ez körülbelül olyan, mintha te azt vizsgálnád, hogy a feleséged, hát ez vicc. Szóval ez komolytalanná teszi magát a céget, de az viszont már egy komoly kérdés, hogy ezek a már akkor is bűnözői múlttal vagy bűncselekmények elkövetésével megvádolt, elítélt, gyanúba keveredett emberek és komoly üzletemberek, politikai körök, titkosszolgálati vezetők, hol, miért találkoznak, és ez miért nem tűnt föl senkinek. Köszönöm szépen. Én köszönöm.